Tamási város képviselőtestülete 19 napirendi pontot tárgyalt tegnapi ülése alkalmával. A városban működő intézmények, alapítványok éves beszámolójának elfogadása mellett többek között a pénzbeli támogatásokról is döntés született a délután folyamán, a civil szféra számára elkülönített keret felosztásáról határoztak a képviselők. A idei évben a tavalyihoz képest egy kicsivel nagyobb összeg áll rendelkezésre, 8,6 millió forint került felosztásra 24 civil szervezet között. Aki érvényes pályázatot nyújtott be, az mindegyik civil szervezet támogatásban fog részesülni, mondhatom, hogy a korábbi évekhez hasonlóan. Két alapítvány részesül szintén az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően kiemelt támogatásban. Az egyik a Tamási Gimnáziumért közalapítvány, a másik pedig a Tamási Szakképzésért alapítvány. Az önkormányzat számára fontos, hogy a városban működő középiskolák jól teljesítő tanulói plusz támogatást kaphassanak oktatási intézményüktől ebből a forrásból. A civil szervezetek rendezvényszervezésre, eszközbeszerzésre, utazási költségeik fedezésére nyújthatták be támogatási kérelmeiket. A városban működő valamennyi szervezet élt a pályázati lehetőséggel. Egyrészt fontos az, hogy lássuk azt, hogy milyen célra pályáznak ezek a civil szervezetek. Emellett fontos elvnek tartjuk azt, hogy aki egy jó cél érdekében nyújtott be pályázatot, az mindenképpen akár csak egy kisebb összeget, de legalább összeg a 100 000 forint, a legmagasabb pedig közel 2 millió forint. A civil szféra számára elkülönített 8,6 millió forintból a szervezetek nagy része rendezvényeket fog lebonyolítani, színesítve ezzel Tamási városának mindennapjait.